Harmadik és véletlenül végső állomására került József Attila szobra. Annak idején az akkor még a költő óriás nevét viselő későbbi Deák Ferenc utcában díszelgett, majd a vízivárosi társasházak közé került. Az idők folyamán ott a szobrot elrejtette a természet, a fák. Az itt élők keresték aztán fel a körzet képviselőjét. Így került az alkotás a József Attila út 15-ös szám környékére. 10 lakóból 9,5 nem tudta, hogy ez a szobor itt létezik, és akkor így döntöttünk amellett, hogy hozzuk ki egy méltó környezetet, teremtsünk meg neki, látogatható legyen, koszorúzható legyen diákok részéről, és akkor így indult el ez a folyamat. A mellszobor Medve András szobrász művész alkotása. A városgondnokság pedig kialakította egy kis térré, egy kis parká, fákat telepített, és a szobor elhelyezése is megtörtént, és úgy éreztük, hogy talán magyar kultúra alapjához közeledve érdemes erről igazán beszámolni, hiszen ha a magyar irodalomnak, költészetnek van óriása, akkor azt gondoljuk, hogy József Attila mindenképpen közéjük tartozik, kiemelkedő kulturális egyéniség, és most már azt gondolom, hogy méltó szép helyen kerül ez a mellszobor bemutatásra. Az új helyére került József Attila szobrot a város nevében Cserpalkovics András polgármester, Lerner Zsolt alpolgármester és Szabó Bakos Györgyné a körzet képviselője koszorúzta meg.